Tehát most egy fantasztikus dologra fog sor kerülni, pedig arra, hogy fogjuk venni az úrnak a vérét és az ő testét. És ezzel kapcsolatosan olvastam föl a János Evangélium 6. fejezetéből, Feri is már olvasott ebből, és azt a résznek egy részét is elolvastam, amit én szeretnék most elolvasni. Tehát a János 6-ból következőt mondja Jézus. 47. vers. Bizony, bizony, mondom nektek. Aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek a kenyere. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában, de meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki -ki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok Am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És ez a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodtak azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy együk? Mondta azért nekik Jézus. Bizony, bizony, mondom nektek. Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napom. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akint az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyáitok, ették a mannát és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. Jézus arról a valóságról beszélt, ami akkor történik bennünk, amikor hitre jutunk. És hogy a Tamás is mondta, utalt rá, hogy a hit az abban áll, és az Isten félelem, hogy amikor belenézek a Bibliába, és elolvasok valamit az Isten igébe, akkor azt mondom, hogy nem az én akaratom, az én gondolatom, vagy az én véleményem a fontos, hanem az a fontos, amit Isten mond. És ezért az Isten véleményét, az Isten akaratát azt mindig fel, feljebb valónak ítélem annál, mint ami az én elképzelésem. És az egész világgal az a baj, hogy úgy viszonyul az Isten igényéhez, mint egy beszédhez a sok közül. És tudnunk kell azt, hogy a világban nagyon sokféle beszéd és nagyon sokféle vélemény van, ahogy hallottuk is, minden féléről, de élő beszéd az csak a názáreti Jézus szájából jött ki. És ez a Názareti Jézus mondta azt, hogy én vagyok az életnek a kenyere. És aki eszi az én testemet, az él örökké. Ez a Názareti Jézus mondta, hogy aki hisz én bennem, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És ez a legrövidebb evangélium, amit, amit a 47. versben elhangzik, és egy bizony bizonyal erősíti meg az Úr. Tehát az azt jelenti, hogy mindenképpen így van. Azt mondja, hogy az a 47. vers, hogy aki én bennem hisz, annak örök élete van. Nem mindenkinek van örök élete, hanem mindenkinek van örök élete, aki hisz a názareti Jézus Krisztusban. De az örök élet potenciálisan minden ember számára megjelent. Miben kell nekünk hinnünk ma, most, amikor részesülünk az Úr testéből és az ő véréből? Abban, ami elhangzott, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért, hogy Jézus Krisztust eltemették és ő föltámadt, ami megigazulásunk megigazulásunkért. És ez egy elválaszthatatlan valóság, hogy hallottuk. És ha te ebben hiszel, akkor azt mondja a Biblia, hogy örök életed van. Nem lesz, nem volt, hanem van, és ez egy folyamatos, bevégzett jelen idő. Az a hit, hogy te oda járulsz az Úr ugye megy a vita, hogy átváltozik a kenyér bor, húst, testé, és átváltozik-e a bor véré, és megy a vita oda-vissza, keresztbe kasul. Nem ez a fontos, a hited a fontos. Az a fontos, hogy amikor te eszed a Krisztus testét, eszed ezt a darab kenyeret, és iszod azt a bort, akkor ez számodra a Jézus Krisztus vére és Jézus Krisztusnak a teste. És ezt magyarázta itt még. Itt még ez nem is a páska bárány volt, nem az utolsó vacsora volt. Az utolsó vacsorán a következő történt. Jézus elfogyasztotta a tanítványaival a páskabárányt, az ünnep szerint, utána megállt, és vette a bort, és ö, hálákat adott érte, és azt mondta, hogy ez az én testem. Majd vette a kenyeret, megtörte, és azt mondta, ez az én vérem, vette a kenyeret, és azt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek, töretik meg. Értitek? Tett egy elválasztás. Nem egy közönséges vacsora volt, nem a páska vacsora volt, nem a rendtartás szerinti vacsora volt, hanem egy teljesen új, dolgot hozott be Jézus, amiről itt beszélt Kapernaumban, ahogy olvasunk. És ez botrány volt. És ez ma is botrány. És ez, ennek az a botránya, hogy ennyire egyszerű? Ennyire? Csak ennyit kell tenni, és azt kell mondjam nektek, hogy igen. De ez az egyszerű, ez nem is olyan egyszerű. Tehát higgy abban, hogy most függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagy, higgy abban, hogy függetlenül attól, hogy milyenek a gondolataid, az életérzésed, Higgy abban, hogy amit Jézus mondott, hogyha ha eszed az ő testét, és iszod az ő vérét, akkor örök életed van. Higgy abban, hogy az Isten igéje igaz számodra, bármit is mond a te életérzésed. És természetesen jár úgy teljes hittel, és olyan bizalommal ehhez az úrvacsorai asztalhoz, amiről mondja a Biblia, hogy akkor Jézus Krisztus vére, és Jézus Krisztus ereje az átfog. Hat meg fog változtatni. Azt mondja itt az egyik versben, hogy folyamatosan az újfordítás használja ezt a kifejezést. Tehát, hogy folyamatosan ez az örök életnek a, a, az ereje és a hatalma jön az életedben. Tehát mindig, amikor az urvasorai asztalhoz járulunk, amikor részesedünk Jézus vérébe és testében, akkor újra és újra és újra, és újra megpecsételed azt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, Hiszel abban, hogy ő megbocsájtotta a bűneidet, Hiszed abban, hogy föltámadta halálból a te megigazulásodért, és ezért neked, és én nekem, és valamennyünknek örök életünk van. És ez az, amit el kell fogadni hittel. És hogyha úgy érzed, hogy valami rosszat tettél, akkor rendben van, rendezd el az Isten előtt. De ne gondold, hogy amiatt nem vagy méltó az úrvacsorát venni. Ezt mindig elmondom, mert nagyon fontosnak tartom. Azért tartom fontosnak, mert nem a te állapotottól függ ez, hanem a te hitettől függ. Higgy Jézus vérében. És higgy abban az engesztelésben, amit ő tett érted. És ezért semmit nem tudtunk tenni. Kétezer évvel ezelőtt ezt ünnepeljük, most ez megtörtént, ez valóságá vált, Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, megszabadított bennünket az őseinktől örökölt hiába való életből, és ezért azt mondja, hogy ha eszed az ő testét és iszod az ő vérét, akkor örök életed van, nem még a kárhozatra, hanem által mentél a halálból az életbe. Ezt a hitet kell most gyakorolnunk. És ezzel a hittel vedd az Úr vérét és az Úr testét. És az Úr azt akarja, hogy gyönyörködik benne. Azt mondja, Lukács evangéliumban olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy vágyva vágytam elfogyasztani veletek ezt a húsvéti bárányt. Tehát nem úgy volt, hogy jó, legyünk túl rajta, úgyis nehéz idők lesznek. Ki tudja még, hogy jönnek ezek a pribékek, mi minden van még előttem. Azt mondja, nem, én veletek vágyottam. A leg, legkedvesebb dolog, ami történik velem, hogy együtt Úrvacsorázunk, együtt vacsorázunk, együtt fogyasszuk el a páskabárányt. És hidd el, hogy most az Úr itt van, és vágyik veled közösségben lenni. Vágyik arra, hogy veled együtt, amikor te hiszel az Ő vérében, és hiszel az Ő testében, és hiszel abban a váltságban, ami érted történt, akkor az Úr itt van, és vágyik veled közösségben lenni. És még van egy üzenetem mára, hogy... Nem csak az Úrral vagyunk közösségben, hanem egymással is közösségben vagyunk. És az egymással való közösségnek része az, amikor majd most az els, Isten tisztet első része után, és lesz egy folytatás délután, ö, együtt fogunk enni. Azt fogjuk tenni a magunk módján, amit Jézus is tett a tanítványaival. És ezt ő örömmel tette. És te is tedd örömmel. Te is tedd örömmel. Örömmel, üljetek le egymás mellé, beszélgessetek, ö, ö, osszátok meg az áldásokat egymással, imádkozzatok egymásért, mondjatok jót egymásnak. Ez a közösség, ez erről szól, az beárnyékolta azt a bizonyos közösséget, a judásnak az helyzete. De mégis Jézus mindegyikőjükkel vágyott eltölteni azt az időt. És ez egy csodálatos dolog, és én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez így együtt van most ez az egész ezen a napon hogy megemlékezünk az Úr haláláról, megemlékezünk a föltámadásról, és utána közösségben tudunk egymással lenni, és élvezhetjük ezt a közösséget. Úgyhogy erre hívunk benneteket. És a közösség gyakorlás után pedig meg fogjuk hallgatni a pasió történetet, ahogy hallottuk, és még koncertre is sor fog kerülni, úgyhogy várunk és hívunk benneteket. Én is szeretnék imádkozni, tehát kérlek, hogy álljatok föl. És ne felejtsd el, hogy semmi nem működik hit nélkül, viszont minden lehetséges annak, aki hisz. És uh, higgy az Úr Jézusban. Ez volt a legjobb. Higgy az Úr Jézusban. Higgy az ő váltságában, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És meg fogod, át fogod élni, hogy Krisztus benned van. Még egy gondolat: hogy amikor veszed a Jézus vérét, és veszed a Jézus testét, akkor azt mondja, hogy akkor az az örök élet, ami ő benne van, most is az az örök életnek az ereje, a hatalma, az áldása megy beléd, és, és fogod, át, át fogod élni, és meg fogod tapasztalni az Isten feléd megnyilvánuló jóságát.